itt van a lehetőség arra, hogy, hogy kérdezzünk az előadóktól. Ehhez én felállok, és kérdezem, hogy van-e kérdező. Kérdés? Tessék, parancs! Köszönjük szépen ezeket a, hogy mondjam, minőségi előadásokat. Lajtár úrhoz lenne egy kérdésem, hogy az utolsó szlájdon azt látom, hogy folyamatosan csökkelő tendenciát mutat az építés a költségek vonatkozásában, holott a legkisebb szakasz a szerb szakasz, és ott volt a legmagasabb költség, vagy rosszul láttuk? Nagyjából is egész évben igyekeztünk pontosan meghatározni, mi a bekerülési költség. Azonban spájzolni kellett szép magyar kifejezéssel, tehát ez az összeg, ez úgy került elszámolásra, hogy ide, amit biztosítottunk és nem fogyott át, hogy el, az ment a következő határszakaszra, a horvát határszakaszra. Ennek megfelelően a horvát határszakaszon már volt áthozott anyag, volt áthozott technika. És több képességet az első etapban ki kellett alakítani, ilyen például a drónfonási kapacitás, a tengés gyártási kapacitás, szörökbelő beszerzés kapacitása és így tovább, ami a későbbiek során már nem kellett megvalósuljon. És természetesen ebből az összegből, ami az első szakaszra, a szerb határszakaszra került biztosításra, ebből azt is biztosítani kellett, hogy a medmegszeget kiváltottuk közben. Tehát valamennyi vasúti átjáró már átjárható, és nyitható, zárható kaputat építettünk be mindenhol. Tehát innen van ez a fajta nagyobb költség. Hála jó Istennek, Tóthúr nem annyira igényes, mint Apáti képviselő úr, mert ő, amikor ezt a választ megadtam, akkor azért elment az ügyészségbe. Te, parancs! Szóval egy kérdés, Lajtár. Milyen volt a rabotnak a motivációja, tehát milyen örömmel vállalták ezt a dolgot, és volt-e egy külön dotálva, tehát kaptak ezért külön pénzt, kapnak egy. Jó kérdés. El kell mondani, hogy a fogvatartott lelki világa egy sajátos lelki világ. Abban az esetben, hogyha ő észszerű, célszerű munkát kell, hogy végezzen, ő oda teszi magát és szívvel, lélekkel dolgozik. Ha valaminek nem látja az értelmét, akkor az Atya Úristennel se tudjuk ösztönözni. Itt el kell mondani, hogy mi volt az ösztönző. Kint volt, és nem a bástyafalakon belül tengette a napjait. Egész nap értelmes elfoglaltság volt, jó időnk volt, tehát hozzá kell tenni. És teljesen önzetlenül megemeltem a kölyanormájuk 420 forintról 1500 forintra. Kötelezően, amit imádnak a fogvatartottak, egy tárba csokoládé ott volt a napi ellátmányban, és biztosítottunk minden áldott alkalommal annyi üdítő vizet, amennyit lehet. Motiválni mással nagyon nehéz, ezért nyilvánvalóan én is körkérdést intéztem, hogy mi az, ami hiányzik a boldogságukhoz, és azt mondták, hogy szalonna kell reggelire, a szalonna volt reggelire, ez valóban benne van. Egyéb összegszerű dolog sehol nem volt, tehát többletpénzt nem kaptam. A fogvatartott akárhol dolgozik, a mindenkori minimálbér egyharmadának megfelelő délbe juttatásba részesül, ezekkor 33 ezer forint volt kurván, ezt kapta meg erre az időszakra és időarányosan nyilvánvalóan. Annyi volt a különbség, hogy itt több volt az, amit adtunk egyébként neki. Jól érezték magukat, az első nap az egy véradás volt kint a határvonalon. Én akkor is elmondtam, hogy uraim, ha önök abból értek idáig, hogy betörtek, hogy akadályokat küzdöttek le, és az első ilyen kis akadály egy véradással ért föl, mert mindenki össze-vissza darabolta magát, hát akkor nagyon alacsony a technikai színvonal. De hozzá kell tenni, hogy ő neki az volt az első, hogy községbe, de ő holnap is jönni akar. Tehát az egyfajta ilyenben volt, hogy ő részt vehetett a határ mellett egy ilyen munkával. És 500 ember kilálogatásra került, és részt vehetett. Előtte dolgoztak ki hegesztők, akik ezt az Y-nyakat hegesztették föl. Én egy rettető ramak időben beszélgettem kint velük, amikor elmondta a fogvatartott, hogy tudja, 280-an vagyunk 15-ön.
de csak engem választottak ki. Ez egy olyan önbecsülés volt az ő számára, egy olyan pozitív megítélés, hogy emiatt a csillagos eget a kellett volna. Egy sajátos dolog, apróságokkal, normális hozzáállással, normális munkaszervezéssel lehet őket összevezni. Csak hogy erre az 500 emberre hányan vigyáztak, illetve a stokkoló brigád az hány főből áll, és hányan vigyáztak rá, mert ezért sokat kell, hogy vigyázzanak. A 500 főre körülbelül nem tudom, hogy hajszál pontosan, 200 állandó állomány volt kint. Ebből volt cölöpverő kezelő, három cölöpverő, vagy négyen mi vattuk a kezelő, tehát ő már lejön, és volt a kezelő készítésben vett részt. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy lényegesen kevesebb smasszerral lehetett biztonságot teremteni, annak ellenére, hogy a határvonalnál voltunk, mint olyan munkahelyen, ahol egyébként nincsenek motiválva és nem akarják csinálni. Nem volt fegyelemsértés egyáltalán, és ez ilyen szempontból így meghatározó. Stoppoló brigádnál? Stoppoló brigádnál azért ennél én óvatosabb tulaj vagyok az állandó állomány. Munkavállalókkal csináltatjuk, hiszen éjjel-nappal önállóan kell mozogni. Abban az esetben, hogyha itt fogva tartottak, és az ő felügyelőjékkel kellene kimenni, olyan drága lenne, hogy nem érnének. És milyen a stoppoló brigádnál? Lukakat, amiket látnak, azt megszállítottak. Ezt a szót használtak. Igen, csak én nem figyeltem. Igen, tessék parancsolni. Kismendet professzor úrtól kérdeznek, mi a véleménye, sok mindent elmondott, ami számomra nagy imponálódott, mi a véleménye professzor úr a Ferenc pápa által néhány nappal ezelőtt elmondottakról és a három család Vatikánba való meghívásáról. Csak magam véleményem lehetne Vatikánra. Arra tudjuk kíváncsi, hogy hát... Nekem az a véleményem, hogy a pápának jogában van ilyeneket csinálni. Úgyhogy ő ezt utolsója, hogy ez egy gesztus irányába. Gesztus a többi egyház irányába, és gesztus a Vatikán felé, akkor ez az ő szuverénitőtése. Egyébként pedig az a vélemény, hogy a pápának inkább imádkozni kellene, és nem ilyen tevékenységet folytatni. Ha megengeditek... Több oldalról lehet ezt kiterülteni neki, nem ezt kellene csinálni. Tehát magávélemény az, hogy nem volt egy teljes lépés, őketőzően megvan a vallási és a politikai hozzá. Igen, de ha megengeditek, hogy én is nem elnökként ezt hozzászóljak, azért ebbe valami kis lelkiismeret furdalás is lehet, mert az elmúlt 1000 év az azért mi se voltunk egy ibolya csokkor. Ezt azért meg kell jegyezni. Igen, kérdezem, hogy van közvetlenül nem. Tehát Magyarországon, hála jó Istennek, a női fogvatartottak aránya lényegesen kisebb, mint a férfi fogvatartottak. A női fogvatartottaknak mintegy 100%-át tudjuk munkáltatni, hiszen a maradákban ők dolgoznak, egyéb olyan helyen elsősorban, amit kézi munkát igényel és kézügyességet igényel a hölgyek dolgoznak. Itt nem volt arra mód és lehetőség, hogy ilyen biztonságot is tudjunk szavakolni, ennek megfelelően nem is vettünk igénybe női fogvatartottat. Kérdés? Tessék, parancsoljon! Kismeredek, külön ezredes úrtól szeretnék kérdezni, hogy egyébként GTTS-től vagyok képviselőtől, hogy a Boko Haram nigériai szervezetek mekkora a súlya az egész rendszerben. Még egyet, hogy a Szent Atyával kapcsolatos véleménye meg gyökeresen ellentétes az egyikben, de hát ez mindenki magánvélemény. Természetesen ez a magánvélemény. Ami a Boko Haramot illeti, Nigériában az egy elég kemény szervezet, és nem csak Nigériának terjedt tevékenysége, hanem sajnos a környező országokra is. Itt területi viták vannak, muzulmán, illetve a kormányok közötti viták vannak. Nagyon oda kell rá figyelni, és ismerjük azt a történetet, hogy hány lányt tartottak el, 200-an, majdnem 300-at. Na most ezeket azon kívül, hogy borzalmas körülmények között tartották fogva,
kifejezték öngyilkosmereket. Tehát amiket most a térségben látunk, öngyilkosmereket, ezeket a 15-16-18 éves lányokat, nekik köszönhető ez, tehát maximálisan tudom támogatni azt a gondolatot, hogy ezen a szervezettel nagyon kemények fog kerülni, az alsóbb akar egy, tehát az is egy veszélyben rokonhat. Tessék, parancsolok! Én egy kutya kérdést tevőjük föl, hogy a címnek a második fele, európai együttműködés, társországok kooperációja, az elhárítószerek portális együttműködése, a beépülés a szervezeteknek, valami jövőképpen arról, hogy mi mindent megtettünk, hogy ez egy rendben van, de a jövő tulajdonképpen a rajzoljuk meg, hogy mindent kifejezetten ilyen előadás valóban nem hangzott el, amelyik a jövőképet vázolta volna föl. Valószínűleg kell még egy konferenciát szervezni a jövőben, és akkor lehet, hogy annak ez lesz a témája. De azért megkérdezem az előadókat, hogy tessék parancsolni. Lehet válaszolni, a jövőkép elég szomorú, a fenyegetettséget is. Nem tudjuk azt, hogy az adott szervezetek mit akarnak. Most itt nálunk ugye jönnek a médiából az, hogy így nem ütenek egy a nemzetbiztonsági szolgálat, ez nem jó. A nemzetbiztonsági szolgálatok bilaterális együttműködése jó, sajnos a csúcsállás a szövetségen belül az unió. Nagyon nehéz kialakítani egy együttműködést a közel-keleti nemzetbiztonsági szolgálatokat. Tudod, nem nyitottak. És ott nincs közös érdek, és nincs biztosban nincs, hogy beszél. De ugyanaz vonatkozik a rendvédelmi szervezetekre is, tehát megkérdezem, hogy a rendvédelmi szervezetekre több az együttműködés, mint a nemzetbiztonsági szolgálatoknál. Ami az európai együttműködést illeti, ezt két részt tudnám osztani multilaterális szinten, NATO-n belül, részletes elhárító együttműködést nagyon jó működik és életettel. EU-n belül kérem az EU-t helyre kell tenni, EU belül alapvető gazdasági szervezet, Szólan, aki találta ezt a közös külés biztonságpolitikát, ez még jelenleg nem működik. Egy később, ezt én most nem tudom megmondani. De legalább körülbelül olyan 13-15 adatbázisa van ebben a Európai szervezet, amely gyűjti az ezzel kapcsolatos információt. De itt viszont felmerül a kérdés, hogy egy adatbázisban nem teszem be az információt, akkor ez nem működik. Ez az egyik dolog. A másik dolog. Az adatbázissal nekem nincs összeköttetése. Oda-vissza, real-time, tehát azonnali, akkor megint nem ér sem. Most itt megint azt tudom mondani, hogy dolgoztam ilyen területen az Európai Unióval, hogy a rendvédelmi területet, tehát az Európollál lényegesebb az együttműködés, mint más témáknak. Itt emberekre mennek rá, a másik területen kevésbé emberek, hanem inkább általában fogják még ezeket a kérdéseket. Sokat jövett. Tehát az, hogy most a belügyminiszterek, meg az igazságügyi miniszterek lejönnek egy terrorcselekmény után, és azt mondják, hogy most ez az elhatározás, ezt kell csinálni, stb. Ez eltart két hét, utána felejtsük el. Még nincs új a negyed. Tehát ezen a politikocsi bazilókocsát a kifejezetten szemléleten túl kellene lépni, és határozottan kellene az együttműködést csinálni, most ez megint politika. Tehát a politika ezt nem teszi kötelezővé, nem támogatja, akár nézd, mire is, akkor ez az egész nem. Igen, tessék talán. Én most látom, hogy a GTTS vendégek vagyok itt, egyébként a reális zöldekutányokkal vagyok, és nekem nagyon jóval esett azt, hogy egyszer mondani, hogy az Európa jövőképpen rendezvény szándékoznak tartani, tehát mondani csak egy javaslatot, hogy ez az egész migráns ügy, ami most Európát terhelít, elsősorban a Nyugat-Európát, ez rendkívül összefügg az Európai Unió és leginkább a Németország által követett energiapolitikával, az energiaellenőrzővel. Ez a kettő egymásnak édes testvére, és az a javaslatom, hogy ha tényleg lesz ilyen Európa jövőképe előadás, akkor gondoljanak arra is, hogy ennek legyen egy energetikai vetülete is, hisz a GTTS egy olyan civil szervezet, ami az elmúlt években ezzel a kérdéskörrel elég sokat foglalkozott. Köszönjük szépen! Hát mielőtt a
legközelebbi konferencia szervezésében belefogunk. Ennek a mai nap a zárásaként én megkérem Kurt László táborunk urat a zárszó elmondására. Köszönöm, elnök úr. A zárszó az akkor jó, hogyha rövid, de hát ilyen minőségi előadásokat követően az én zárszom az már csak morzsa lehet. Több éves hagyomány, hogy a Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége karöltve a Hon- és Rendvédelmi tagozattal, illetve a Magyar Tudományi Társasággal, Rendészettudományi Társasággal egy ilyen éves konferenciát szervez. Kijelentettem, hogy az elmúlt időszak összes konferenciája teljes sikerrel zárult. Próbálunk mindig olyan aktuális témákat keresni, ami az adott időszakban mindenki számára érdekes lehet. A konferenciának egyetlen egy fontos célja van, hogy a jelenlévők azok mélyebb, pontosabb és nem utolsó sorban bizalmasabb információt kapjanak a témakörről. Meg tudnám említeni az elmúlt időszakok konferenciáit, ilyen volt például a NATO szerepe a terrorizmusban. A NATO és Oroszország viszony, ez egy nagyon érdekes volt, az a 3 évvel ezelőtt most mellévült, ugye Józsi bátyám elmondhatom, felkértük az orosz előadót, akinek az előadását 3-szor kellett cenzúráztatni Moszkvával, de végül is eljött, és egy nagyon tartalmas előadást tartott, és nagyon köszöntük neki. Ugyanilyen konferencia volt a múlt évben, a Kis Benedek professzor úr szintén előadásával az iszlám kalifátus, illetve a globális dzsihád szerepe. Azt is át kellene gondolnunk nekünk, mint tagozatnak, hogy ezeket a konferenciákat egy másik plénum előtt valamilyen kiadvány formájába kell, hogy szerepeltessük, mert itt felmerült az úr részéről a jövőkép. Hát én most le tudnám kottázni a tavalyi előadását a professzor úrnak, hogy az elmúlt időszakban mennyi olyan fontos dolog megjelent a társadalomban, amit ő egyébként tavaly egy évvel ezelőtt itt megemlített. Mai konferenciáról nagyon röviden, hogy ismételten sikerült neves előadókat felkérni. Én kiemelten örülök annak, hogy van közöttük több is, aki különböző egyetemeken engem tanított, és hát reméljük, hogy ez a színvonal későbbiekben is megmarad. A hallgatóságnak megköszönöm, hogy eljöttek. Remélem, hogy rengeteg nyitott kérdés maradt mindenkiben. Ez azért fontos, hogy a későbbi szekcióüléseken vagy tagozati ülésen ezeket fel lehet dolgozni. Én már gondolkodom egyébként a következő konferencia témáján, ez pedig a büntetés végrehajtás helye szerepe a mai társadalmi rendszerben, mert sokkal több kérdés és érdekesebb kérdés merült fel a női fogvatartottakkal kapcsolatban, az élelmezéssel kapcsolatban, a stoppolással kapcsolatban, hadd ne említsem már a felvetéseket. És hát bízom abban, hogy jövőre ugyanúgy meg tudjuk szervezni ezt a konferenciát. Én úgy gondolom, hogy tartalmas, minőségi konferencia volt a mai. Köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen a hallgatóságnak, hogy megjelentek, és hát engedjék meg, hogy meghívjam önöket a szövetség nevében egy büfé ebédszerűségre. Köszönöm szépen!